kedvezőtlen hatásai a civilizációnknak, ugye meg például a levegőszennyezésben, az erőforrások túlzott mértékű felhasználásában, vagy akár a túlnépesedésben bizonyos földrészeken érzékelhető. Ezekre mindig is próbált az emberiség valamiféle választ adni. Ma emberének és azon belül a mérnököknek véleményem szerint ebben kiemelt szerepük lehet. Erre lehet egy reakció a Smart City, az intelligens város témája. Ezek a városok olyan gondokkal küzdenek már ma is, gondolhatunk itt a közlekedés, a vízellátás, az energiaellátás, a légszennyezés problémáival, amelyeknek a megoldása komplex, kedvenc szavammal élve, holisztikus megoldások után kiállt. Az a kutatás, amivel mi itt a Pollakon foglalkozunk, ez tulajdonképpen ezt tette témájává, hogy ezt a komplex kutatási témát dolgozzuk fel, és ebben próbáljuk meg, hogy Isten valami újszerűt is kitalálni. A Szentágutai Kutatóközpont megalkotásakor a mérnököket, építészeket bevonva az egyetem vezetése úgy döntött az egyes tudományágak vezetőivel, a kutatócsoportok vezetőivel egyetemben, hogy maga ez az épület is egy olyan létesítmény legyen, amely azokat a különben megint csak meglévő és széles körben alkalmazott műszaki megoldásokat magába foglalja, amelyek például a megújuló energiaforrások, vagy éppen az intelligens házrendszeren keresztül az épületfelügyelet által az épület üzemeltetése során nyert adatokat tudományosan értelmezve és értékelve, olyan információkhoz jussunk, amelyek adott esetben korábban nem voltak meg, illetve nem volt a birtokunkban olyan épület, amely mint egy 1:1-es modellként egy 7700 négyzetméteres kutatóközponton tudjuk tesztelni, és ezeket a mért adatokat a jövő építészeti alkotásai esetében a fenntarthatóság, az üzemeltethetőség, a megtérülés számítás szempontjából figyelembe vegyük. Remélem, hogy a mai ifjúság a potenciális jövő mérnökei, építészei látnak ebben lehetőséget és kihívást, és választani fogják ezeket a szép, de ugyanakkor nehéz területeket is.